Néhány napja készült ez a videó. A rendőrség munkatársai azt mutatják be vele, milyen sérüléseket tudnak okozni a szilveszteri tűzijátékok. Hiába veszélyesek ezek az eszközök, az év utolsó éjjelén rengeteg fogy belőlük. Tűzijátékot december 28-ától lehet vásárolni, de használni csak 31-én délután 6 és január 1-e reggel 6 óra között lehet. A tűzijáték árusoknak a rendőrség engedélyére van szükségük. Tolna megyében idén valamivel több mint 20-an kaptak ilyet. Van jó néhány szabály, amit fontos betartani ilyenkor a pirotechnikai eszközök, illetve a tűzijátékok alkalmazásánál. Az egyik legfontosabb az, hogy csak olyan helyen vásároljunk ilyen eszközöket, akik engedéllyel rendelkeznek, és ezeknek az eszközöknek a használati útmutatója magyar legyen. Január 1-én reggel 6 óra után már tilos tűzijátékot birtokolni, ugyanis a szabálysértésnek számít. Ezért az ilyen fel nem használt eszközöket az árusok kötelesek visszavenni. Általában ott személyt nem fognak találni, viszont biztosan egy telefonszámot, amelyet, hogyha felhívnak és egyeztetnek a bódé üzemeltetőjével, akkor a pirotechnikai eszközöket vissza tudják díjmentesen váltani. Az árusok egyébként már évek óta arra panaszkodnak, hogy bár kötelező lenne, szinte senki nem visz vissza fel nem használt tűzijátékot.